Már is megtorolta Törökország az ankarai terrortámadást, kurd célpontokra csaptak le Szíriában és Irakban. Jön az 5% alatti THM alakáshiteleknél, ez is a kormány gazdaság élénkítő csomagjának része, már a részleteken dolgoznak a bankok. Tízszeresére nőtt a gombamérgezések száma az országban, a bevizsgáltatás életeket menthet. Fűnyíró alkatrészek, kamerák, ez állt a szállítólevélen, valójában több tízezer hamis parfümöt szállított a kamion. Ez a Híradó, 7:30 az M1-en, Kontra György vagyok, jó estét kívánok! Szíriában és Irakban is csapást mért a török hadsereg, ahogy fogalmaztak, terrorista célpontokra. Ankara ezzel a szerdai merényletre válaszolt. A támadásban több tucat kurd célpontot megsemmisítettek. A török vezetés szerint ugyanis a kurd munkáspárt fegyveresei hajtották végre a terrortámadást, amelyben 5-en meghaltak és 22-en megsebesültek. Újra járható az út az Ankara melletti Tuzas nevű állami repülőgépgyártó vállalat székhelyénél, de a forgalmat fegyveres rendőrök felügyelik. Szerdán kora délután ugyanis terrortámadás történt a gyár bejáratánál. Két fegyveres, ahogy a térfigyelő kamerán is látszik, egy nő és egy férfi nyitott tüzet az éppen távozó dolgozókra. Az első jelentések még 3 támadóról szóltak, és túlszejtésről is, de a belügyminiszter megerősítette, csak 2 voltak és nem voltak túlszaik. A kommandósok mindkét terroristával végeztek. Szemtanúk az épület előtti robbanásról is beszámoltak. Kiderült, a székház egyik ellenőrző kapuját robbantották fel. Felhívtam a bátyámat, aki bent volt az épületben, és azt mondta, hogy egy bomba robbant, és folyamatosan lőnek. Amikor idejöttem, a rendőrség, a különleges erők és már a biztonsági egységek is itt voltak. A bátyámnak szerencsére nem esett baja, mondta egy szemtanú hozzátartozója. Recep Tayyip Erdoğan török elnököt az oroszországi Kazanyban érte a hír, ahova a BRICS csúcs találkozóra érkezett. Azt mondta, a török védelmi ipar ellen szervezett terrorcselekmény megalázó támadás, amely a nemzet békéje és védelmi rendszere ellen irányult. A belügyminiszter pedig már megtorlásról beszélt. Eltökélt szándékunk, hogy elfojtjuk a lélegzetüket azoknak, akik nemzeti egységünket, szolidaritásunkat és testvériségünket támadják, legyenek azok terrorista szervezetek, szervezett bűnszövetkezetek vagy városi gengszterek, mondta, miután a helyszínre látogatott. A robbanás és az azt követő lövöldözés oka továbbra is tisztázatlan. Eddig egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget, de a belügyminiszter szerint nagyon valószínű, hogy a támadás a kurd munkáspárt számlájára írható. A vállalat katonai és polgári repülőgépeket, helikoptereket és harci drónokat gyárt a török fegyveres erők, valamint külföldi partnerek megrendelésére. A drónokat ugyanakkor a török hadsereg gyakran használja kurd célpontok megsemmisítéséhez. Ankara csupán néhány órával a terrorcselekmény után válaszcsapást mért Szíriában és Irakban található kurd célpontok ellen. A védelmi tárca azt közölte, hogy sok terroristát megöltek, miközben mindent megtettek annak érdekében, hogy ne legyenek civil áldozatok. Megerősítette a Fehér Ház azt az értesülést, hogy Észak-Korea katonákat küldött Oroszországba. A Nemzetbiztonsági Tanács szerint 3000 katonáról van szó, akik kiképzést kapnak. Arról azonban nincs értesülésük, hogy bevetik-e őket a fronton. Közben Oroszország olyan rakétakilövőkkel kezdett gyakorlatba, amelyekkel az Egyesült Államokra is képesek csapást mérni. Szinte a földet tette egyenlővé az egyik orosz támadás ezt a szállodát Melnickijben. A helyiek szerint rengeteg drón csapott le a városra, lakóépületek is megrongálódtak. Egy nagy robbanást hallottam, majd láttam, hogy mi maradt az épületből. A mennyezet beszakadt, az ajtók és ablakok széttörtek, mondta ez a nő. Hasonló a látvány Cserkasziban is, itt buszállomást ért támadás. A pusztítás ellenére az emberek próbálják élni a megszokott életüket. Az emberek megrémültek és menekülni kezdtek, mi azonban itt vagyunk és várjuk az utasokat, mondta az egyik buszsofőr. Oroszország közben készen áll egy ennél is komolyabb támadásra. Nukleáris képességekkel rendelkező ballisztikus rakétakilövőket indított útnak. A Védelmi Minisztérium azt közölte, a rakétakilövő mozgatását és elrejtését gyakorolják.
A rakéták hatótávolsága 11 000 kilométer, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államokra is képesek csapást mérni. Nem csak ez jelzi, hogy fokozódik a háborús feszültség. Olyan titkosszolgálati jelentések láttak napvilágot, hogy Oroszországot észak-koreai katonák segíthetik. A Fehérház megerősítette, Észak-Korea 3000 katonát küldött Oroszországba. Ezek a katonák hajóval jutottak el Vlagyivosztokba, onnan pedig több kelet-oroszországi kiképző központba érkeztek, jelenleg is kiképzést kapnak. Azt még nem tudjuk, hogy ezeket a katonákat ténylegesen bevetik-e a frontokon. Értesítettük Kijevet, és folyamatosan egyeztetünk a szövetségeseinkkel arról, hogyan reagáljunk a kialakult helyzetre. Közölte John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője. A nyugati szövetségeseket az is aggodalommal töltheti el, hogy az orosz parlament alsóháza ellenszavazat nélkül megszavazta az Oroszország és Észak-Korea közötti partnerségi szerződést. A két ország közötti kölcsönös védelem megerősítéséről még júniusban írt alá megállapodást Kim Jong-un és Vladimir Putin. Az orosz elnök eközben a BRICS országok kazanyi találkozójának zárónapján ismét a nyugatot vádolta meg azzal, hogy felelős a háború elmélyítéséért. Kijev pedig csak eszköz, hogy a szövetségesek elérjék céljaikat. Ukrajnát felhasználják arra, hogy elrettentsék Oroszországot, és már nem is rejtegetik azt a célt, hogy le akarják győzni Oroszországot. Azt kell mondanom, hogy ez csak azoknak az illúziója, akik nem ismerik az orosz történelmet, és nem látják, hogy népünk az évszázadok során hogyan vált egységessé, fogalmazott az orosz elnök. Volodymyr Zelenszkij továbbra is abban bízik, hogy NATO tagsággal erősítheti meg országa védelmét, terve azonban megosztja a szövetségeseket. A politikó idézte az Egyesült Államok leköszönő NATO nagykövetét, aki szerint nem áll készen a szövetség Ukrajna felvételére. Az ukrán elnök azonban elszánt, Donald Trump kampányjelszavára utalva tegyük Oroszországot újra kicsivé feliratú pólóban sürgette országa NATO csatlakozását. Egységesnek kell maradnunk, hogy igazságot szolgáltassunk Ukrajnának, hogy közelebb hozzuk a békét. Párbeszédet kell folytatnunk arról, mi teheti erősebbé országunkat. Bízunk a partnereink egységében, hogy Ukrajna NATO tag lehessen, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. A Magyar Hírlap azonban sajtóértesülésekre hivatkozva arról ír, a hangzatos beszédek ellenére Zelenszkij valójában már a vereségre készül. Az ukrán elnök feltételezések szerint azért hozta szóba nemrég az atomfegyverek előállítását, mert a frontokon veszteségeket szenvednek el, és a nyugat árulásával magyarázná Ukrajna egyre kilátástalanabb helyzetét. Még idén a hatalmas lépést tesz Montenegro az Európai Uniós tagság felé. Ebben pedig a magyar Soros elnökség minden segítséget megad a nyugat-balkáni országnak. Decemberben 4 tárgyalási fejezetet lezárnak. Ezt jelentette be ma Orbán Viktor és a montenegrói miniszterelnök Budapesten. Ezzel 2028-ban nagy eséllyel teljes jogú tagállammá válhat Montenegro. A világ negyedik legfiatalabb miniszterelnökét fogadta Orbán Viktor a Karmelita kolostorban. A 37 éves Milojko Spajic tavaly október óta kormányozza Montenegrót. Akármi is történik a világpolitikában, a két ország számíthat egymásra. A montenegrói kormányfő első alkalommal érkezett hivatalos látogatásra Budapestre, ahol a kétoldalú kérdéseken kívül most európai és világpolitikai témákat is áttekintettek. Erről beszélt Orbán Viktor, miután tárgyaltak. A magyar kormányfő a jelenleg legfontosabb nemzetközi kérdésként az EU bővítését jelölte meg. Ennek kapcsán kiemelte, az EU versenyképessége romlik, világgazdasági súlya csökken. A magyar válasz erre az, hogy új erőforrásokat kell bevonni az európai gazdaságba. Ennek legkézenfekvőbb módja pedig a nyugat-balkáni országok felvétele. Azt mondta, a régióban talán Montenegro a leginkább felkészült ország. Hozzátette, ezek az országok fantasztikus teljesítményt nyújtottak az európai jogrendszer adaptációjában. Ennek ellenére az elmúlt 7 évben egyetlen fejezetet sem zártak még le. Az EU elhanyagolta a bővítést a nyugat-balkáni országokkal. Ezért a folyamat lelassult, majd megállt, folytatta hangsúlyozva. A magyar EU elnökség azt vállalta, hogy ezen az áldatlan állapoton változtatni fog. Megtörjük a jeget, és segítjük a nyugat-balkániak előrehaladását Európa irányába. Azt állapítottuk meg a miniszterelnök úrral, hogy decemberben sor kerül majd 4 tárgyalási fejezet lezárására, ami egy hatalmas előrelépés, és vannak fejezetek, amiket egészen közel hoztunk ahhoz, az állapothoz, hogy azokat is hamarosan le lehessen zárni.
Milojko Spajic köszönetét fejezte ki, hogy Magyarország a kezdetektől fogva támogatja országát a csatlakozási folyamat során. Köszönjük, hogy Magyarország segíti Montenegrót 4 csatlakozási fejezet lezárásában. Valóban tarthatatlan, hogy hosszú évek óta egyetlen tárgyalási fejezetet sem tudtunk lezárni, mondta Montenegró miniszterelnöke. A politikus egyúttal valós lehetőségként beszélt arról, hogy 2026 végére országa készen áll majd a csatlakozásra, és 2028-ban pedig Montenegró lesz az első újonnan felvett tagja az Európai Uniónak. Magyarországnak érdeke a térség uniós csatlakozása, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, mi itt élünk a Nyugat-Balkán szomszédságában, s pontosan tudjuk, hogy mekkora a különbség aközött, amikor béke és nyugalom van a Nyugat-Balkánon, és amikor nincs. A tárcavezető is megerősítette, december 17-én Brüsszelben EU-Montenegró kormányközi konferencián lezárnak 4 tárgyalási fejezetet a nyugat-balkáni országgal. Lezárul az a fejezet, amely Montenegró teljesítményét értékeli a közös kül- és biztonságpolitika szempontjából. Lezárul a médiára vonatkozó fejezet, a szellemi tulajdonjogokra és az ipari stratégiákra vonatkozó fejezet is. 4 fejezet lezárása tehát, hatalmas lépés Montenegró integrációs törekvései során. Mi ezt ígértük az uniós elnökségünk elején, és megcsináltuk. Már ez nagy siker, tovább kell dolgozni az EU bővítéséért. Ugyanis még nyilvánosan szinte mindenki a bővítés mellett beszél, addig zárt ajtók mögött a támogatás már közel sem ennyire lelkes, fogalmazott a miniszter. Ezért a következő időszakban is minden erőnkkel azon leszünk, hogy az Európai Unió nyugat-balkáni irányú bővítése végre felgyorsuljon. A G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök washingtoni tanácskozásokon megvitatták a globális pénzügyi szektort érintő kihívásokat is. A magyar pénzügyminiszter, aki az ülésen a Magyar Uniós Elnökség képviseletében vett részt, az M1 washingtoni tudósítójának azt nyilatkozta, sikerült egyességre jutni a nemzetközi fejlesztési bankok átalakításáról, hogy jobban tudják kezelni a válságokat. Varga Mihály hozzátette, most a cél az államadósságok sikeres kezelése. Alapvetően nagy a baj, ezt állapítják meg az itt hozzászólók. Az IMF is arra törekszik a jelentésében, hogy a enyhén kezdődő növekedési kilábalás és a nagy államadósságok kezelésére helyezze a hangsúlyt. Magyarországnak ebben a tekintetben jó példája van, hiszen 2010 és 2019 között Európa országai közül a legnagyobb mértékben tudtuk csökkenteni az államadósság mértékét, és a Covid utáni időszakban is egy folyamatosan csökkenő pályára álltunk. Ez mindenképpen egy jó példa. Reális esély van arra, hogy néhány év múlva a bruttó átlagkereset eléri az 1 millió forintot, erősítette meg a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az M1-je. Comba Sándor kiemelte, egy éve folyamatosan nőnek a bruttó bérek és a reálkeresetek is itthon. Az államtitkár hozzátette, a cél, hogy a minimálbér 2027-ben a várható bruttó átlagkereset 50%-át elérje, ami nagyjából 375 ezer forintot jelent. Erre van reális esély abban az esetben, hogyha mondjuk 25-ben mi úgy látjuk most, hogy 3-4% között nőhet a GDP, 26-ban 4-5% közötti növekedést prognosztizálunk, és ha marad ebbe a 3-4%-os sávban az infláció, és a termelékenységet is, ami nagyon fontos, kell és képesek leszünk növelni, akkor reális esély van arra, hogy mind az 1000 eurós, 28 január 1-re az 1000 eurós minimálbér, mind az 1 milliós átlag, bruttó átlag kereset elérhető legyen. Folyamatosak az egyeztetések a kormány és a pénzintézetek között a kedvezményes lakáshitelekről. A tervek szerint a kölcsönök kamatai 5% alá csökkennének. A cél a lakáshoz jutás megkönnyítése. A bankok ugyanakkor csak bizonyos feltételek mellett adnák a kedvezményes hitelt. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint az új hitellel nagyobb lesz a kereslet az új lakások iránt, ami lendületet adhat az építőiparnak, ezzel együtt a gazdasági növekedésnek. Várhatóan csak jövőre vezetik be, de már most folyamatosan érdeklődnek az ügyfelek a pénzintézeteknél az 5% alatti teljes hiteldíjmutatóról, ismertet nem a THM-ről.
ami a héten a magyar közlönyben is megjelent, mint a 21 pontos új gazdasági akcióterv kulcsfontosságú eleme. 5%-os önkéntesen vállalt lakáshitel kamatplafont fogunk bevezetni. Ezt a bankszektorral együttműködésben tesszük, a bankokkal az illetékes miniszter, Nagy Márton miniszter úr már több alkalommal tárgyalt erről. A megfizethető lakhatás biztosítása, ez a cél. Erről beszélt a legutóbbi kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Bár a hitelintézetek november közepére vállalták a részletek kidolgozását, banki források szerint már elkészültek velük. Az M1 értesülése szerint biztos, hogy 5% alá vizik a THM értékét, de nem mindenkinek. A pénzintézetek ugyanis több ponton is korlátoznák az önkéntes THM plafon alkalmazását. Így kizárólag az első lakásvásárlók számára tennék elérhetővé, ezen belül is csak a 30 év alatti fiataloknak, és csak a zöld lakáshitelek esetében, ez praktikusan az új építésű lakásokra felvett hiteleket jelenteni. Bevezetnének egy méretkorlátot is, ami a várakozások szerint legfeljebb 50 négyzetméter lenne, és életbe léptetnének egy úgynevezett lakásárkorlátot is, ami lényegében 1 millió forintos négyzetméter árat jelentene. Piaci hírek szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium nyitottnak mutatkozik a bankok javaslatára, szakértők pedig hozzáteszik, később, amikor lehetőség nyílik a kamatok érezhető csökkentésére, mindenki számára kiterjeszthetik az 5% alatti THM-et. A kamatplafon bevezetésétől összességében azt várják, hogy élénkíti a hitelfelvételi kedvet. Most egy 20 millió forintos lakáshitelt 162 ezer forintos törlesztő részlettel lehet megkapni. Hogyha 5% alatt lenne a THM, akkor már csak 130 ezer forint lenne a törlesztő részlet. Vagyis ebben az esetben 30 ezer forintot tudna megspórolni az ügyfél havonta. Ez önmagában is vonzó lehet annak, aki lakáshitelt szeretne a jövőben felvenni. Ha a fiatalok olcsóbban kapnak lakáshitelt, az azt fogja eredményezni, hogy vagy ugyanazért a törlesztő részletén lényegesen magasabb hitelt vehetnek fel, vagy ugyanazt a hitelt lényegesen alacsonyabb törlesztő részlettel kaphatják meg. Ez tovább élénkítheti a lakáshitelek iránti keresletet, ami idén már egyébként is elég magas, hiszen több olyan hónap volt, amikor 100 milliárd forint fölött hiteleztek a bankok új lakáshitelt. Ha nagyobb lesz a kereslet a lakáshitelek, illetve az új otthonok iránt, az lendületet adhat az építőiparnak és ezzel együtt a gazdasági növekedésnek. Az 5% alatti THM-ek mellett a megfizethető lakhatást segíti, hogy jövőre, egy éven át az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat is fel lehet használni lakásvásárlásra, akár úgy is, hogy a szülő a gyermekét segíti ezzel a pénzzel. Folyamatosan nő a bankkártya használat, ez derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A tranzakciók száma az elmúlt évhez képest 10%-kal emelkedett. A mobiltelefonos fizetés is egyre népszerűbb. Éves összehasonlításban harmadával több tranzakció volt, és 36%-kal többet költöttek így az emberek. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a fogyasztás dinamikus növekedését a kedvező inflációs adatok és a folyamatos béremelések teszik lehetővé. Sok termék a bevásárlókocsiban és hosszú sorok a kasszáknál. Hónapok óta ezek a megszokott képek az üzletekben, miután a kormányzati intézkedések letörték az inflációt. És megszokott volt a készpénzes fizetés is. A vásárlási szokások azonban a digitalizáció térnyerésével mára jelentősen átalakultak. A legfrissebb adatokból az derül ki, hogy a vásárlásokhoz az emberek minden eddiginél gyakrabban és nagyobb mértékben használják a bankkártyáikat. Rekordon a bankkártya használat, erről írt a Tőzsdefórum a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. 2024 második negyedévében kiugróan nőtt a külföldi kártyás fizetések mértéke, valamint a mobiltelefonos tranzakciók száma és értéke is. Mutatjuk számokban, 2023-hoz képest 10%-kal nőtt a kártyás tranzakciók száma, az értékük pedig 8%-kal emelkedett. A leglátványosabban a mobiltelefonos bankkártya használat nőtt, éves összehasonlításban 32%-kal több tranzakció történt, és 36%-kal többet költöttek így az emberek.
Ezeket az adatokat az OTP Bank megbízásából készített felmérés is alátámasztja. A megkérdezett vállalkozások mindössze 11%-a mondta azt, hogy a vevők készpénzzel fizetnek. Ezzel szemben az elektronikus fizetést előnyben részesítők aránya 44%, a vásárlók 43%-a pedig kártyával és készpénzzel is szokott fizetni. Nekünk magas céljaink vannak. A fogyasztás további bővülését a béremelések alapozhatják meg. Ebben a tekintetben komoly erőfeszítéseket tesz a kormány. Orbán Viktor nemrég a Kossuth Rádióban részletezte a terveket. A kormányülésen arról beszéltünk, hogy hogyan lehet elérni az 1000 eurós minimálbért, és hogyan lehet elérni a mostani 601 néhány ezer forintos átlagbérnek az 1 millió forintra való emelését. Tehát, hogy el akarunk jutni oda, hogy az átlagbér ma 601 néhány ezer forint, és hogy legyen az 1 millió. A kormányfő úgy fogalmazott, ezt 2-3 éven belül el lehet érni. Az egyeztetések pedig már meg is kezdődtek a munkaadókkal és a munkavállalókkal. Eddig is nagyon dinamikus béremelkedés volt Magyarországon. A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője arról beszélt az M1-en, hogy a magyar gazdaságpolitika az orosz-ukrán háború kedvezőtlen hatásai ellenére sikeresen törte le az inflációt, de nem csak ez ösztönzi a fogyasztást, hanem a folyamatos béremelések is. Láthattuk azt, már idén is egyébként a reálbérek növekedése az 10% környékén van, tehát 10%-kal többet tudunk vásárolni az idei jövedelmünkből átlagosan, mint egy évvel korábban tudtunk. Ennek egy része meg is jelent már a fogyasztásban, de ahogy a bér azt tovább fog majd növekedni, még inkább a fogyasztás bővülni fog. Ez segíti a GDP-t, segíti a gazdaság dinamikát, segít újabb munkahelyeket teremteni, tehát öngeresztő, pozitív visszacsatolásként az egész gazdaságot is erősíteni fogja. A kormány 3-6%-os GDP növekedést célzott meg a következő évekre, amihez a fogyasztás további dinamikus bővülésére is szükség lesz. Sebestyén Géza kiemelte, a béremeléseknek köszönhetően könnyen teljesülhet ez a célkitűzés. Orbán Viktor október 23-ai beszéde egy erős, szuverén vezető felhívása volt egy erős, szuverén nemzethez. Így jellemezte a miniszterelnök beszédét az M1-nek nyilatkozó szakértő. Deák Dániel szerint egy világos és egyértelmű beszédet hallhattunk arról, hogy a magyar kormány számára melyek 1956 tanulságai. A kormányfői beszéd helyszíne a Millenáris egyébként teljesen megtelt tegnap. Olyan sokan voltak kíváncsiak Orbán Viktorra, hogy csak késve kezdhette meg beszédét, mert a tervezetnél több idő kellett, míg mindenki bejutott. Zsúfolásig megtelt szerdán délelőtt a Millenáris Orbán Viktor október 23-ai beszéde előtt. Mivel nagyon sokan várakoznak még kint, ezért most pár perc türelmüket kérjük. A miniszterelnök beszéde néhány perc késéssel kezdődött, mert a szervezők megvárták, míg a kint sorban állók is bejutottak. Mai ünnepünk rendhagyó, mert itt vannak velünk azok is, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől. Orbán Viktor beszéde elején köszönetet mondott az árvízi védekezésben résztvevőknek. A kormányfő az 1956-os forradalomra emlékezve felidézte, hogy abban az évben is természeti csapások sújtották Magyarországot, földrengés, jegesár. Hozzátette, a történelem is kilépett medréből, ez pedig mostanában is újra megtörténik. 1956 tanulsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért, és a magyar szabadságért szabad harcolnunk. A magyar szabadság szerető és szabadságharcos nép, a magyarokat még soha egyetlen megszállónak sem sikerült betörni vagy megszelídíteni, jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök ugyanakkor az ukrajnai háború kapcsán hangsúlyozta, az európai vezetők, a brüsszeli bürokraták egy reménytelen háborúba vezették a nyugatot, és most már az egész Európai Uniót akarják nyíltan beletolni az ukrán háborúba. A brüsszeli nyomás napról napra erősebb az országon és a kormányon is. Nekünk, magyaroknak is el kell döntenünk, akarunk-e háborúba menni Oroszország ellen. Politikai ellenfeleink szerint menni kell. Nekik 1956 tanulsága az, hogy harcolnunk kell Ukrajnáért, sőt Ukrajnában. Nekünk 1956 tanulsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért és a magyar szabadságért szabad harcolnunk. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem hagyjuk, hogy háborús felvonulási területté alakítsák az országunkat, és megőrizzük Magyarország szabadságát, békéjét és biztonságát. Ne dugjuk homokba a fejünket!
nézzünk szembe a valósággal. Ebbe a háborúba az egész európai gazdaság belerokkan, és családok milliói mennek tönkre, ha hagyjuk, hogy így menjen tovább. Hát ne hagyjuk, barátaim! Orbán Viktor hozzátette, Brüsszelben nemrég bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától, és azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni. A független magyar politika Brüsszel számára elfogadhatatlan. Nézzünk szembe ezzel a ténnyel. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, már százszor bebizonyítottuk, hogy nem ijedünk meg, ha az aktuális birodalom zsarol minket. Nem is érkeztek egyébként ellenzéki oldalról ezzel összefüggésben kritikák a beszédben. Meglepő módon idén még az ellenzék részéről sem érkeztek kritikák Orbán Viktor beszédére, ami azt mutatja, hogy a miniszterelnök egy világos és egyértelmű beszédet tartott arról, hogy a magyar kormány számára mik 56 tanúságai. Erről beszélt az M1-en a 21. század intézet vezető elemzője. A miniszterelnök egy egyértelmű, tisztázó beszédet tartott ezzel kapcsolatosan, hogy mi az ő álláspontja, mi a kormánynak az álláspontja ugye az orosz-ukrán háború ügyében, mi az álláspontja ugye az antikommunizmus és az 56-os forradalom kapcsán. Tehát ebben a beszédben a magyar kormányfő gyakorlatilag rendet tett ezzel kapcsolatosan. Deák Dániel hozzátette, Orbán Viktor millenárisan elmondott beszéde egy erős, szuverén vezető felhívása volt, egy erős, szuverén nemzethez. Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából nagyszabású fogadást rendeztek a Római Magyar Nagykövetségen. Az ünnepségen az európai és nemzetközi diplomácia, az olasz politikai, kulturális és sportélet képviselői vettek részt. Az M1 híradónak Maurizio Gasparri, a Hajrá Olaszország szenátusi frakció vezetője azt mondta, a magyarok bátorsága legendásnak számított Olaszországban, és ahogyan 56-ban a magyarok, az európai népek ma is szabadságukért küzdenek. Nem osztom a Magyarországot érő bírálatokat, úgy gondolom, hogy alaptalanok, főleg most az unió soros elnöki fél évében, amikor ismét bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor stabilan politizál. Remélem oldódik a feszültség, és Európa bátrabb mer lenni saját területe, gazdasága, hagyománya, kultúrája védelmében. Annak az európai kultúrának a védelmében, amelyhez Magyarország is jelentősen hozzájárult az évszázadok során. Ismét magyar nemzeti színekben pompázott a Niagara vízesés Kanadában. A forradalom 68. évfordulóján az ontariói magyarok a vízesésnél gyűltek össze. Lengyel Miklós helyettes államtitkár beszédében megemlékezett 56 hőseiről, és köszönetet mondott Kanadának, amiért a forradalom után befogadott mintegy 40 ezer magyar menekültet. Brüsszelnek Magyar Péter az esély arra, hogy visszaterelgesse Magyarországot, erről írt a Politico. A Mandiner szerint a brüsszeli lap elszólta magát, és kiderült, hogy a Tisza párt elnökét mire akarja felhasználni a bizottság elnöke Ursula von der Leyen és az Európai Néppárt frakció vezetője Manfred Weber. Utóbbi az EP-ben is nyíltan beszélt arról, hogy számukra Magyar Péter a jövő. A Tisza párt elnöke közben itthon azt hangoztatta, hogy hazánknak fel kellene adni a szuverenitása egy részét. Magyar Péter szerint a szembesítés az első példája volt annak, hogy Ursula von der Leyen és más néppárti szereplők hogyan tudnák támogatni őt a választások előtt. Ezt írta kedden a Politico abban a cikkben, amelyben a Tisza párt elnöke és az Európai Unió közötti kapcsolatot elemezték. A brüsszeli lap felidézi, hogy Magyar Péter azt ígérte, ő megkapja majd azokat az uniós forrásokat, amelyeket a Politico szerint egyebek mellett az illiberális politika és az LMBTQ ellenes törvények miatt fagyasztott be az unió. Magyar Péter Brüsszelből fogja vezetni a támadást, mint frissen megválasztott EP képviselő, és reméli, hogy az Európai Néppárt és a bizottság elnöke Ursula von der Leyen is támogatja majd, fogalmaz a portál. A Politico ezután egyenesen azt írja, Brüsszel számára Magyar Péter az esély arra, hogy visszaterelje Magyarországot. Elszólta magát a Politico, a cikkel kapcsolatban ezt írja a Mandiner. A lap szerint azzal, hogy Magyarország visszaterelgetéséről ír az uniós portál, kiderült, mire használná fel Magyar Pétert Brüsszel. Péter mágia is a future. Október elején az Európai Néppárt elnöke nem is rejtette véka alá, hogy mind dolgozik a frakciója. Manfred Weber nyíltan hitettett Magyar Péter mellett, amikor azt mondta, ő a jövő. A Tisza párt elnökével közös sajtótájékoztatóján is ugyanígy tett. Akkor arról beszélt, a magyar kormány elmozdításáért küzd.
Később ezt a néppárt az interneten is folytatta, közzétettek egy olyan fotót, amin a magyar kormányfőt piros háttér előtt ábrázolják, a képhez pedig azt írták, time to go, vagyis itt az ideje távozni. Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani. Az egyességet közben Magyar Péter néhány napja az interneten tette nyilvánvalóvá azzal, hogy azt mondta, hazánk szuverenitásának egy bizonyos részét fel kellene adni, például azzal, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Azonnal belépünk az Európai Ügyészségbe! Magyar Péter erről beszélt a Tisza párt október 23-ai rendezvényén is. Pártjának egyik EP képviselője, Tar Zoltán pedig egy interjúban egy szerelmi hasonlattal írta le azt, hogy mennyire az Európai Néppárt befolyása alá került a Tisza párt. Új belépőként egy szerelmi kapcsolat, egy baráti kapcsolat révén megismerkedik egy családdal, és az a család az a sajátjává válik. Mit jelent a Tar Zoltán szerinti szerelem a néppárttal? Erről azonban hiába szerette volna megkérdezni az M1 riportere szerdán Magyar Pétert. Császár Attilát, a Magyar Pétert kísérő biztonsági emberek lögdösték és rángatták. A Tisza párt elnöke végül válasz nélkül ment be az egyik körúti sörözőbe. Igen? Az elmúlt hetekben most már érdemben lehet látni, hogy például Magyar Péterék, a Tisza pártnak a képviselői hogyan dolgoznak az Európai Parlamentben. A Tisza párt képviselői beálltak a globalisták során. A Brüsszelben. Erről a 21. század intézet vezető elemzője beszélt az M1-en. Deák Dániel úgy fogalmazott, Gerzsenyi Gabriella a rezsicsökkentéssel szemben foglalt állást. Tar Zoltán azt mondta, kötelességük a néppárttal való azonosulás. Maga Magyar Péter pedig állva tapsolta Ursula von der Leyent, aki beszédében mások mellett Ukrajna katonai támogatásáról is beszélt. Magyar Péter felállva tapsolt Ursula von der Leyennek, Manfred Webernek, tehát azoknak a politikusoknak, akik egyetemen globalista álláspontot képviselnek, háborúpárti álláspontot támogatnak, és lehetne még hosszasan sorolni, tehát a nézők tisztában vannak, hogy mi Ursula von der Leyennek is az álláspontja a fő kérdésekben. Az elemző hozzátette, mindez szimbolizálja azt, hogy a Tisza párt milyen politikai testtartással viszonyul Magyarországhoz, és milyennel Brüsszelhez. Változatlan a pártverseny állása szeptember vége óta. A Fidesz-KDNP vezet 46%-kal, a Tisza párt pedig a második 35%-kal. Ez derül ki a Nézőpont Intézet ma közölt kutatásából. Tegnap az egyik balliberális kutatóintézet a biztos pártválasztók körében a Tisza előnyét hozta ki, ma pedig egy másik a teljes népesség körében is erre jutott. A Nézőpont Intézet azonban a legvalószínűbb listás eredményt mérve stabil kormánypárti előnyt mért. Hiba határon belül, de hajszállal már vezet a Tisza a Fidesz előtt. Ezt írta szerdán a Partizán az egyik közösségi oldalon. A Gulyás Márton vezette médium exkluzívként tette közzé a saját megrendelésükre készült felmérés eredményét. Eszerint a 21 kutatóközpont azt mérte, a biztos pártválasztó szavazók között a Tisza párt 42, a Fidesz pedig 40%-on áll. Az eredményt egymás után hozták le a balliberális és kormánykritikus hírportálok. És Magyar Péter is szinte azonnal reagált. Szerinte történelmet írtak, a Tisza párt elnöke a biztos pártválasztókra alapozott eredménnyel kapcsolatban egyenesen úgy fogalmazott, a magyarok többsége új kormányt szeretne. Csak hogy Magyar Péter szavait gyorsan cáfolták. Két választás között jobb kiinduló pont a teljes népességre vonatkozó adat, ebben pedig jobban áll a kormányoldal. Ezt Török Gábor nyilatkozta a 24.hu-nak. A politológus szerint számítani lehetett arra, hogy előbb-utóbb előkerül egy olyan kutatás, ami a Tisza előnyét mutatja, de érdekes, hogy ez éppen október 23-ára esett. Közben a Mandiner arra is rámutatott, hogy a kutatást végző cég vezetője, Róna Dániel megfordult már szakértőként a Párbeszédnél, segítette Botka László és Karácsony Gergely kampányát, és dolgozott a Momentumnak is. Korábban ráadásul éppen ő volt az, aki a 444-nek a 22-es választás után úgy nyilatkozott a baloldali közvéleménykutatásokról, hogy idézzük, eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. A Partizán megrendelésére készítettétek ezt a kutatást, ami ma reggel publikálódott a Partizán különböző felületen, sőt mostanra igazából átvette a teljes magyar média. A Tisza párt fölényét mutató felmérésről annak megjelenése után néhány órával már Gulyás Márton és Róna Dániel is magyarázkodott a Partizán stúdiójában. Ugye az, hogy most éppen a Tisza 2%-ponttal
a Fidesz előtt van a biztos szavazók körében, azért ez egy hibahatáron belüli különbség. Tehát a hibahatár a következő fogalom, amit ajánlanék minden olvasónak, hogy vegyen figyelembe. Tehát, ami ugye 3% plusz-minusz. Hát, sőt, a biztos szavazók között már 4. A 21 kutatóközpont vezetője elismerte, hogy az eredmény hibahatáron belül van. Később pedig azt is, hogy két választás között a valós képet nem a biztos pártválasztók, hanem a teljes népesség körében készített felmérések mutatják meg. Ez alapján pedig a Fidesz jobban áll. Egyébként az, hogy ez mennyire biztos, meg itt látom, hogy az ígérő szó szerepel, az igazából ezek nem ígérték, csak azt mondták, hogy biztosan elmennének szavazni ezek a válaszadók. Ez 640 ember volt az 1000-ből. Tehát eleve csak 64% biztos a részvételben, az a 36%, aki nem biztos, csak valószínű, vagy valószínűleg nem, az nincs is benne ebben az ábrában. Egyébként a Fidesz az ő körükben népszerűbb, és ha benne lennének, akkor a narancssárga csík az egy picit hosszabb lenne, mint a türkisz Tisza csík. Mind a teljes népességben, mind a biztos szavazó pártválasztóknál megelőzte a Tisza párt a Fideszt. A Publikus Intézet csütörtökön már ezzel a felütéssel tett közzé egy új eredményt. Az új felmérést ezúttal a baloldali Népszava rendelte meg. Az elmúlt időszakban több közvéleménykutatásnak tűnő közlemény látott napvilágot. Közvéleménykutatásnak tűnnek, valójában azonban politikai motivációval készültek a Tisza párt előnyét mutató felmérések. Erre a Nézőpont Intézet elemzője utalt az M1-en. Rotyis Bálint hangsúlyozta, a kormánypártok szavazóbázisa továbbra is egységes. Jól láthatóan nincsenek olyan széles rétegek, akik leszakadnának a kormánypárti szavazóbázisról, tehát a kormánypártok ilyen értelemben sikeresen tudják a saját táborukat egybetartani, még a Tisza párt, illetve hát Magyar Péter valójában továbbra is azokat a szavazókat tudja megszólítani, akik eddig is kormánykritikus baloldali szavazók voltak. Változatlan a párt versenyállása szeptember vége óta, ezt mutatja a Nézőpont Intézet friss kutatása. A legvalószínűbb listás eredményt mérő reprezentatív felmérés szerint, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, akkor a Tisza pártra a válaszadók 35%-a, a Fidesz-KDNP-re viszont a megkérdezettek 46%-a szavazna. A migráció is a kérdések között szerepel a hamarosan induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs azt mondta, a migráció azért fontos kérdés ismét, mert az Európai Bíróság döntése szerint napi 1 millió euró büntetést kell fizetni a hazánknak azért, mert nem nyitja meg a határait a bevándorlók előtt. Hozzátette, Magyarország majdnem 10 éve képvisel határozott és változatlan álláspontot ebben az ügyben, miközben Brüsszelnek ez idő alatt nem sikerült megfelelően kezelnie a bevándorlási problémákat. Európának az lenne az érdeke, hogy végre megfékezze a migrációt. Ezt szeretnék az európai emberek is, ezt mutatják a közelmúlt nyugat-európai választásai, így például a holland, a francia, a német vagy az osztrák választási eredmények. Olyan témáról van tehát szó, amely hazánk biztonságát érinti. A hamarosan induló nemzeti konzultációban mindenki elmondhatja majd a véleményét erről a kérdésről is. A Tisza párt EP képviselői többször is a magyarok ellen és a bevándorlás mellett szavaztak az Európai Parlamentben, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás elmondta, a Tisza párt képviselői a költségvetési szavazás során támogatták azt a javaslatot, hogy hozzák előre a migrációs paktum végrehajtását, egyben 25 millió euró plusz forrást különítsenek el a migránsok ellátására. Hozzátette, elutasították azt a módosító indítványt, amely elítélte volna a Magyarországot sújtó példátlanul magas pénzbüntetést a migrációs politika miatt, és nem támogatták, hogy hazánk uniós forrásokat kapjon a határkerítésre. Láthatóan nem beszél a levegőbe Magyar Péter akkor, amikor azt mondja, hogy a brüsszeli elvárásokat teljesítve Magyarországnak a szuverenitásának pici részéről le kéne mondania, ők ezt az elképzelést már átültették a gyakorlatba, és olyan javaslatokat támogatnak, amely javaslatok Magyarországot bevándorló országgá tenni. Alapvető szuverenitási kérdésnek nevezte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, hogy magyar válaszokat adjunk a jelenkor válságaira, a magyar érdekeket szem előtt tartva. Menczer Tamás közösségi oldalán úgy fogalmazott, lehetetlen, hogy a mi országunkat, a mi sorsunkat, sőt a gyermekeink és unokáink életét alapvetően befolyásoló kérdéseket mások döntsék el helyettünk. Hozzátette, hogy a magyarok a bajban mindig összefognak.
Karácsonyék ígérték, de soha nem csináltak semmit az Airbnb szabályozásnál, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán megosztott videójában. Szentkirályi Alexandra azt mondta, Karácsony Gergely főpolgármester az Airbnb kérdésben olyan, mint egy napraforgó, csak nem a nap felé, hanem mindig a kevesebb munka irányába fordul. Először azt ígérte, hogy ő megcsinálja, majd pedig örült, hogy a kerületeknek kell, most pedig sajnálja, hogy a kormány teszi meg helyette. Ezt azért nehéz követni, de egy valami biztos pont maradt a Városházán. Karácsonyék ígértek, de soha nem csináltak semmit az Airbnb szabályozás terén. A kormány ezt a tétlenséget elégelte meg, ezért kell a budapesti lakhatási válságba beavatkoznia. Mert a budapestiek ennél többet érdemelnek. A DK szerint a MÁV hívnek új szerelvényeket kellene beszereznie. Arató Gergely azt mondta, a jelenlegi szerelvények előregettek, így nem tartható a járatszám. Itt több százezer emberről van szó, akik hévvel ingáznak naponta, és akiknek szembe kell nézniük a járatritkítással, a járatkimaradásokkal, vagy éppen avval, hogy rövidebb szerelvények közlekednek, és ilyen módon még nagyobb lesz a zsúfoltság. Végső búcsút vettek Potápi Árpád Jánostól a Bonyhádi Evangélikus temetőben. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára október 17-én hunyt el 57 éves korában. A gyászszertartáson részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az országgyűlés elnöke, a kormány több tagja és a külhoni magyarok képviselői. Semmihin Zsolt miniszterelnök helyettes búcsú beszédében úgy fogalmazott, Potápi Árpád János 57 év alatt teleírta élete könyvét, de az ő neve beíratott a nemzetpolitika történetébe és így a magyar nemzet történetébe. Fontos volt számára a Határtalanul program, a Petőfi Sándor program, különösen a testvértelepülési program, hiszen ebben csak katalizátorok voltunk. Annak a katalizátorai, hogy a magyarság bárhova szakította is a történelem vihara, hajszált gyökerekkel át tudjuk hálózni az egész Kárpát-medencét. És ez az alázat jellemezte őt. Az, hogy mi katalizátorai vagyunk, kerete és vászona annak a festménynek, amit a magyar közösségek festenek. Gyászszertartáson emlékeztek Potápi Árpád Jánosra Csíksomjon. Az államtitkár Bonyhádi temetésével egy időben sokan gyűltek össze a Kissomjó hegy lábánál, ahonnan imádkozva vonultak a hegynyerekbe, a hármas halomoltárnál tartott szentmisére. A megemlékezést a csíkszéki Gál Sándor Huszár Egyesület kezdeményezte, így tisztelegve a székelyföldi lovas programok támogatója előtt. Tízszeresére emelkedett a gombamérgezések száma az ország egész területén. A csapadékos időjárással megkezdődött az őszi gombaszezon, így nagy tömegben jelentek meg az ehető és a mérgező gombafajok. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a gombagyűjtők figyelmét, hogy az általuk gyűjtött gombát minden esetben vizsgáltassák meg gombaszakértővel. Ez mérgező gomba, ez nem ehető. Botjával mutatja az avarból kukucskáló mérgező gombákat ez a miskolci férfi. Orosz Miklós rendszeresen járja az erdőt és gyűjt gombákat. Mivel már 50 éve járom az erdőket, és ismerem a gombáknak a tulajdonságait, tehát ezeket legtöbb részét csak azokat szedem le, ami tulajdonképpen ehető. Ami olyan kérdéses, hogy ehető, azt akkor a buzatéri piacra elviszem. Kupacokban állnak a gombák a pécsi vásárcsarnokban. Ez az árus mindent maga szedi, de így is azt tanácsolja, hogy mindegyiket vizsgáltassák be a vevők. Minden gombát azt ajánlom, bárki szedi, bárki járja az erdőt, hogy nézesse és vizsgáltassa mindenféleképp. Aki nem feltétlenül biztos a tudásában, akkor érdemes elkülönítve veszedni a gombákat. Tanácsokkal látja el az egyik érdeklődőt ez a gombaszakértő. Az egyik csomagot ki kellett dobni, hiszen az erdei gombáknál nem csak a mérgező fajtákra kell különösen figyelni, hanem a frissességre is. Az állott, romlott gombák komoly egészségügyi gondokat okozhatnak. Nem lehet hirtelen rántani, inkább pörköltnek lehet felhasználni. A szakember sokszor a vásárcsarnokot is körbejárja,
Csak csütörtökön két gyilkos galócát is észrevett az egyik kosárban. Egy-két órás lappangási idő után okoz egy ilyen gyomor és béltünetes mérgezést, ugye egy hányás hasmenést, ezután egy átmeneti javulás jelentkezik, mint hogyha ha nem is lett volna gombamérgezésünk, és utána pedig csillapíthatatlan hányás hasmenés következik, és utána már a szerveinket is károsítja. Az őszi esőzéssel nagy tömegben jelentek meg a kalapos gombák. Az ehetők is a teljes gombatermés 90%-át jelentő mérgező fajok egyaránt. A gombaszezon kezdetével megnövekedtek a gombafogyasztás utáni megbetegedések is. Jelenleg a 10-szeresére emelkedett a gombamérgezések száma országszerte. Hívta fel weboldalán a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A cikkben hozzátették, a gombaszak ellenőri vizsgálat életeket menthet. Kulcsfontosságú, hogy laikusként ne fogyasszunk és ne is ajándékozzunk ellenőrizetlen gombát. Csaknem 46 ezer üveg hamis parfümöt találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a gyulai határátkelőnél. Egy kamionban rejtették el az árut. Egyre több a hasonló eset, a csalók az interneten és a boltokban is próbálkoznak. Hemzseg az internet a parfüm hirdetésektől. Jobbnál jobb ajánlatokkal kecsegtetik a vásárlókat a weboldalak, a termékek között azonban egyre több a hamisítvány. Volt, hogy baktériumokat vagy fagyállót találtak az üvegekben, de az sem ritka, hogy vizeletet mutattak ki egyik-másikban. Sorra buknak le a csempészek is, legutóbb erre a kamionra csaptak le a pénzügyőrök a gyulai határátkelőnél. Sok ezer üveg hamis illatszer találtak a rakományban, több ismert márkájút. Ezek közül azonban egy sem volt valódi. Bevonták a termékek jogosulti képviselőit is, akik megállapították, hogy ezek a termékek egytől egyig hamisítványok. A pénzügyőrök a teljes kamion szállítmányát tételes ellenőrzés alá vonták, közel 46 ezer doboz hamis illatszer került elő. A pénzügyőrök azonnal lefoglalták a kétes eredetű rakományt. Úgy számolnak, hogy a jogsértők csaknem 2 milliárd forintnyi kárt okoztak a tulajdonosoknak, iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Lazán tartsd. De nem csak anyagi, egészségügyi gondot is okozhatnak a hamis illatszerek. Enyhébb esetben bőrpírt és viszketést, súlyosabb esetben pedig allergiás reakciót válthatnak ki a bőrön, sőt akár a belső szerveket is károsíthatják. Nem tudjuk, hogy pontosan mi van ezekben a készítményekben, és milyen arányban, milyen összetételben, ezért igazából ezt sem zárhatjuk ki, és nem tudhatjuk azt, hogy akár mondjuk egy vetlen gyerek kezébe kerül, vagy mondjuk egy krónikus betegnél, ahol van egy vesebetegség, májbetegség, ott sokkal kisebb dózisok is akár okozhatnak már valamilyen belső szervi problémát is. A Nemzetgazdasági Minisztérium fogyasztóvédelmi főosztálya most egy bizonyos összetevőt ellenőriz a különféle kozmetikumok címkéjén. Egyebek mellett ez a vegyület felelős azért, hogy sokáig megmaradjon az adott illat a bőrön. Mégis tilos gyártani és árusítani, amiben benne van. Az Európai Unió még 2022. márciusában döntött erről, mert bebizonyosodott, hogy egészségkárosító a vegyület hatása. Ennek ellenére sok illatszerben, tusfürdőben vagy éppen testápolóban továbbra is megtalálható. Csak tavaly 1500 doboz ilyen terméket foglaltak le. A kormányhivatalok munkatársai mintákat vesznek a boltokban, és ezt követően történik az úgynevezett címkevizsgálat, hogy azokat az összetevőket tartalmazza az a termék, amelyeket tilos gyártani, illetőleg forgalmazni az adott területen, és ezt követően történik a forgalomból történő visszahívás, hogyha ilyet találnak. A szakemberek azt ajánlják, tüzetesen olvassuk el az illatszerek címkéjét, és azonnal jelentsük be, ha ez az alkotó elem szerepel rajta. Ebben az esetben az illatszert rögvest kivonják a forgalomból, és felkerül a veszélyes termékeket tartalmazó honlapra. A szabályszegők emellett több tízezer forintos bírságra számíthatnak. Nemzetközi radiológiai gyakorlatot tartottak itthon a Nemzeti Atlétikai Központ területén. A résztvevő magyar illetékes szervek, köztük a Készenléti Rendőrség és Terrorelhárítási Központ munkatársai egy radiológiai terrortámadás elhárítását szimulálták nemzetközi szakértők előtt. A gyakorlat célja egy tömegrendezvény elleni, sugárzó anyaggal szennyezett robbanóeszközzel megkísérelt terrortámadás elhárítása volt.
új pszichoaktív anyaggal kereskedő férfit fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint a 20 éves férfi hónapok óta árulta a drogot, a pszichoaktív anyag árát pedig a bank számlájára utaltatta a vevőkkel. A férfit már nyáron előállították, ennek ellenére tovább tevékenykedett dílerként. Végül a napokban a terrorelhárítási központ műveleti egység bevonásával fogták el Széchenyben. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Eddig tartott most a Híradó, de a híradó.hu oldalon ezt az adást és a korábbiakat is újra megnézhetik. Most a Nemzeti Sporthíradó következik Dedecsik Ferenccel, utána pedig a 48 perc következik. Maradjanak itt az M1-en.